Idén végre időben elkezdődhet a színház bérletek árusítása, nyilatkozta Blaskó Balázs, a Gárdonyi Géza Színház igazgatója. Hozzátette, ez annak köszönhető, hogy az új fenntartóval, a várossal kötött működési megállapodás 3 évre biztosítja a színház működését. Gyakorlatilag évente változó a költségvetési főösszeg, de maga az a tény, hogy egy ilyen megállapodás létrejött, amelyet egyébként az előadóművészeti törvény előír, mint kiemelt kategóriájú színház számára a fenntartóval való megállapodás. Ez egyfajta biztosíték. A nagyszínpadon 6 bemutató várja a közönséget, melyek között lesz musical, interaktív bűnügyi vígjáték, verses dráma és a Gárdonyi évhez kapcsolódóan az Író Annuska című színműve is. A gyerekeknek a Padlást és a Babszemjankó gyermekszínházzal közösen színre vitt Holle anyót szánják. A stúdió színpadon táncjáték és egy Kocsis István darab várja majd a közönséget.